Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskürös Televízió híradóját látják 2022. október 14-én hétfőn pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Nagy sikere volt a Városi Mártonnapi ünnepségnek. A kiskörösi óvodák Szűcsi tagóvodájában is Mártonnapot tartottak. Gól nélküli mérkőzésen tartotta itthon az egy pontot a KLC. Kiskürösváros önkormányzata és intézményei, valamint a civil szervezetek összefogásával valósulhattak meg november 12-én a már nagy múltra visszatekintő mártonnapi programok. A mártonnapi vígasság és libafutam Kiskürösön elnevezésű eseményre futóversennyel, különböző műsorokkal, újbor kóstolóval és lámpás felvonulással is várták az érdeklődőket. Városunkban a mártonnapi ünnepség már több éves múltra tekint vissza, így Kiskörösváros önkormányzata, a Bács-Kiskun megyei Szabadidős Sportszövetség, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. És a Kunság Média Nonprofit Kft. Szervezésében idén is megvalósult a mártonnapi vígasság és libafutam Kiskörösön elnevezésű esemény november 12-én. A programok a futóversenyre való regisztrációval vették kezdetét, majd a százszor szép óvónői bábcsoport és az utánpótlás bábos ovisok adták elő a Petőfi Sándor Művelődési Központban Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményének mesés bábos darabját. A futóversenyre közel 160-an regisztráltak, melyre a bemelegítést Ambrusné Torma Petra tartotta. A versenyzők 5, 10 és 21 kilométeren indulhattak. Déltől a város kemencéjénél többek között kenyérlángost, kiflit, libatepertős és libazsíros kenyeret is kóstolhattak a kilátogatók. A futóverseny eredményhirdetését követően a kiskörösi óvodák Kőrisfa óvodájának Maci csoportosainak Libatánc című műsorát láthatta a közönség, ami a Futringa Társulat Kacor Király című színdarabjának bemutatásával folytatódott a Petőfi téren. Nem tudja, ki vagyok. Ki légyen az úr? Mi az, hogy ki légyen? Hát nem ismersz engem? Én vagyok a Kacor Király. Ezt követően a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának Liba Galiba című műsorát a 3., 4. és 5. B-osztályos diákok közreműködésével adták elő a Petőfi téren. A műsorok után pedig a kiskörösi óvodákba járó gyermekek lámpás felvonulása vette kezdetét. A nap folyamán az egészségfejlesztési iroda standjánál testösszetételmérésre várták az érdeklődőket, az István Borházban pedig az újborokat kóstolták. Évek óta változatlan szlogennel hívja a kiskürösi és a környékbeli települések borászait, valamint borlovagrendi tagjait hagyományos mártonnapi újbormustrára, a kiskürösi gondűző borlovagrend, Kiskürösváros hegyközsége és Kiskürösváros önkormányzata. Idén november 12-én kóstolták meg az új borokat az István Borházban. November 12-én az új borév első minősítő kóstolóján, a Kóstold meg az új boromat elnevezésű rendezvényen a kiskörösi borbarátok az István Borházban mondtak véleményt egy kötetlen beszélgetés alkalmával az új borokról a hagyományos mártonnapi új borkóstolón. Az eseményen Domonyi László polgármester megköszönte a termelők kitartását. Még mindig a rossz, idézőjelben mondom, rossz szőlőárak mellett és a rossz környezeti hatások mellett még mindig szőlőt termesztünk, köztük én is. Ez szerintem a vérünkben van, és hoztuk az őseinktől, és a szlovák, a kiskörösi szlovákok mi nem adjuk föl. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ebből éltünk, ebből éltek, nekünk is ezt az utolsókig tennünk kell. Sok esetben akkor is, hogyha ez gazdaságilag nem a legjobb potenciál. A szakemberek véleménye szerint a szőlő egy csodálatos növény, ami képes volt túlélni az idei nyári forróságot és aszályt is. A szeptemberi csapadék a közép- és késői érésű fajtáknak sokat segített, így a borok illata és zamata szépen alakult. Az idei mustrára 53 minta érkezett,
32 fehér, 5 vörös és 16 rozé. A vörös borok még nem alakultak ki, azoknak több idő kell az érlelésre. A bormustrára a korai vörös borokkal, néróval és kékoportóval neveztek a termelők. A kékfrankos fajtából csak rozékat kóstolhattak a szakemberek. A fehér borok tulajdonképpen már palack érettek, itt is vannak már Tramini, olasz izinget láttam, ami késői érésű fajták. Hát sárfehéret nem láttam, azt még nem tudtam, nem, de lehet, hogy van a sorba, de így a fajtára nem néztem rá. Tehát az ései, meg a rajnai rizling is már van itt, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ha most valaki ezekből az újborokból levesz egy palackkal a polcról, nem csalódik, mert szép borokat és üde friss, gyümölcsös borokat talál a palacban. Az idei újborkóstolóra 8 nagyobb borászat és a kistermelők hozták el boraikat. Olyan minőségi csúcsokra vagyunk képesek, itt kiemelve ugye a szentpéteri borászatot, a vasborászatot, és nyugodtan a standard erős borászatunkat, a Boranal Kft-t, és mehetünk a kiskörsi borászok, az István borház, itt vagyunk, tehát olyan minőségi borokat vagyunk képesek már előállítani, amik a piacon tényleg fantasztikusak. Tehát most egy jó marketingre lenne szükségünk, hogy a fiatalok ne forduljanak át a sör és a tömény fogyasztása felé, hanem igenis elő kell hozni és meg kell mutatni azt, hogy ezek a csodálatos borok itt vannak. Az idei Kóstold meg az újboromat szlogánnál megszervezett mustrán az újborokat Kecskeméti Pál evangélikus igazgató lelkész, valamint Arató Lóránd evangélikus lelkész is megáldotta. November 15-ig adhatják le a leendő hallgatók jelentkezésüket a februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, melyre elektronikusan lehet jelentkezni a felvi.hu-n elérhető e-felvételi felületen keresztül. Nincs már sok idejük azoknak a leendő hallgatóknak, akik a februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre szeretnének jelentkezni, november 15-ig dönteniük kell, írja a felvi.hu. A felvételi eljárásban elektronikusan lehet jelentkezni, a honlapukon elérhető e-felvételi felületén keresztül, valamint a szükséges dokumentumokat is itt kell feltölteni. Az e-felvételi felülete regisztráció után folyamatosan tölthető, menthető, újra megnyitható. Fontos, hogy a már meglévő dokumentumok feltöltésére és a jelentkezés vagy jelentkezések rögzítésére november 15-e éjfélig kerüljön sor. Olvasható a weboldalon. A sorrendet egy alkalommal, december 14-e és 2023. január 10-e között lehet majd módosítani, ha szükséges, illetve a később készhez kapott dokumentumokat is abban az időszakban lehet majd feltölteni, benyújtani. November 11-én a kiskürösi óvodák Szűcsi Dagó óvodájában is Márton napot tartottak az ünnep kellékeivel. A műsorban libás dalokat énekeltek a gyerekek, lampionos sétán vettek részt a környező utcákban, majd tea és zsíros kenyér melletti beszélgetés zárta a programot. Az óvoda hagyományai ünnepei színesítik a gyerekek óvodában töltött mindennapjait. Ilyenkor minden egy kicsit más, mint a hétköznapokon. Ilyen volt ez Szent Márton ünnepén is, amikor projektét keretében készültek a kiskörösi óvodák Szűcsi tagóvodájának csoportjai. Nagy izgalommal és örömmel készültünk. Előtte a gyerekeknek elmeséltük Szent Márton legendáját, festettünk libát, ragasztottunk, dalos játékokat, versikéket, mondókákat tanultunk. A projekt hét november 11-én a gyerekek műsorával vette kezdetét a családias Mártonnapi program az óvodában, melybe a szülők is bekapcsolódtak. Pillangó középső csoport, Noémi és Márti óvonéni és Mónika, és a Katica nagycsoport, Erika óvonéni és én adtuk a műsort. A műsor után lámpás felvonuláson vettek részt a gyerekek és a szüleik a környező utcákban. Világít ki! Érdekel!
A lámpás felvonulás után forró tea és zsíros kenyér melletti beszélgetés, játék, zene és tánc zárta a november 11-i Mártonnapi programot a Szűcsi tagóvodában. A Megye 1-es bajnokság 12. fordulójában a kiskürösi LC hazai pályán fogadta a tabella élvonalába tartozó Bács-Almás Gerdáját. A találkozón gól nem született, de az egy pontot érő 0-0-ás döntetlen nagyon fontos volt a kiskürösieknek. Hazai pályán küzdelmes mérkőzés elé nézett a kiskürösi LC csapata november 13-án vasárnap, amikor a tabella élvonalában a negyedik helyen tanyázó Bács-Almás Gerdáját látta vendégül. A hetek óta rossz teljesítményt nyújtó KLC igyekezett mindent megtenni a győzelem érdekében. Látjuk a jelenlegi helyzetünket, szerintem nagyra kell értékelni a 0-0-át egy igen jó Bács-Almás ellen. Azt mondom, hogy nekünk volt talán nagyobb lehetőségünk, mint a kapusuk óriási tárított lábbal, de elégedettek vagyunk a 0-0-ával. A mérkőzés során a Bács-Almás mezőny fölényben játszott, azonban látszott, hogy a kiskürösi csapat időben visszazárt, és kontrákból próbált gólhelyzetet kialakítani. A támadójátékban még most is sok hiba csúszott, hiszen a passzok nem voltak pontosak. Megnézzük a jelenlegi állományt, előre játékra kevesen vagyunk. Igazából most jutottunk el odáig, nem akarom elkiabálni, mert még van azért két meccsünk hátra, de legalább nulla kapotra hoztuk, ha igaz már az ötödik meccsen vagyunk impotensek előre, de azt próbáltuk erőltetni, hogy a védekezésünkre legyen rendben a mai mérkőzésre legalább. A megszerzett egy pont reménysugár lehet arra, hogy a bajnokság hátra lévő két fordulójában még tudjon győztes mérkőzést játszani a csapat. Bár a Solt-Vadkert elleni mérkőzés nem ígérkezik könnyűnek. Reménykedünk abban, hogy lesznek felépülők. Már volt rá jel, voltak, akik mozogtak a héten, van, aki ígéretet tett rá, hogy jövő héten már rendelkezésünkre áll, nem akarok elkiabálni semmit, de bízom benne. A csapat november 20-án 13 órakor lép majd pályára a Solt-Vadkert otthonában. A most megszerzett egy ponttal továbbra is a 13. helyen áll a KLC. Két győztes meccs sokat segítene abban, hogy előrébb lépjenek a rangsorban. Most pedig nézzük a mai nap legfontosabb híreit még egyszer röviden. Nagy sikere volt a városi Mártonnapi ünnepségnek. 53 nevű érkezett a kiskörösi új borkóstolóra. Hamarosan lejár a kereszt fél éves jelentkezés határideje. A kiskörösi óvodák Szűcsi tagóvodájában is Mártonnapot tartottak. Gól nélküli mérkőzésen tartotta itthon az egy pontot a KLC. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskürös.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően sportközvetítésünk következik, melyben a Megye 1-es bajnokság 12. fordulójában a kiskürösi LC hazai pályán fogadta a tabella élvonalába tartozó Bács-Almás Gerdáját. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!